Na üdvözlet, szép jó estét mindenkinek, sziasztok! Bocsánat a soron kívüli hatalmas nagy kupleráért, de ez most egy nagyon hirtelen jött videó téma és videó ötlet. No, miről is lesz szó ma? Igyekszem rövid lenni, mutatom a címet: RFT-SV3935 HiFi Stereo Amplifier Audio System, meg amit akartok. RFT-nek az egyik utolsó eresztése még a rendszerváltás előtt. 1988-as dátum van benne a készülékben, és ezt a német eBay-en vettem, már elnézést a szóhasználatért, bélsárért és egyéb salakanyagokért, vagyis szarért és húgyért, ahogy szokták mondani jó kis magyarosan ízesen. Ez annyit tesz, hogy postával mindennel cak-pak 10.000 forint alatt állt meg a készülék, egészen pontosan olyan 6.000 forint környéke volt. Erre lehet azt mondani, hogy hát ilyen olcsón talán még a lomis sem adja oda a sarki piacon. No, a készüléket azzal a hiba jelenséggel vettem meg, hogy nincs hangja. Egyik oldalon se, gram hang nem jön ki belőle, de bekapcsol. Hát igazából én két dologra gyanakodtam. Az egyik az volt, hogy a legendásan megbízhatatlan MDA2020, a TDA2020-nak a Tesla változata meghalt, és hát jobb létre szenderülvén egy büdös gram hangot nem ad ki. Szerencsére nem ez volt a helyzet, így hát jöhetett a B-variáns, ami pedig az egyéb végfok körüli áramköröket érintette. No de mi is volt a hiba jelenség? A hiba jelenség az volt, hogy a készüléket bekapcsolva a hangszóró védő relé az kattant, minden lámpa világított, sőt, mi több, a hangerő szabályzót föltekerve, a bemenet választót kapcsolgatva, a kivezérlés jelző is fölugrott, mutatván, hogy hát bizony erősen kontaktosak a kapcsolók, és hogy valami mégis történik. Reményteli jelenség volt, hogy a kivezérlés jelző legalább félig, háromnegyedig felugrott, mert az azt jelentette, hogy a kis áramkör valamitől, valamiért, valahol egy olyan 2,5-től 8 wattig terjedő kimenő teljesítmény féleséget alapszinten méricskél, akkor olyan nagy baj nem lehet. Tehát akkor a végfokok valamit csinálnak. Hát némi méricskélés után tovább mentem, és kiderült, hogy a végfokok tökéletesen működnek, mindene tökéletesen működik, egyetlen egy probléma van. Itt egy másik hasonszörű készülékből bontott egységen fogom bemutatni nektek. Tehát minden működik, a hiba pedig csupán annyi, hogy ez a kis relé, ami úgymond leválasztja a hangszórót, a hangszóró védelmet látja el, DC feszültséget, stb. Figyel. Ennek a mechanikája teljesen szétugrott, és kibontva ezt az egységet, ami ekvivalens ezzel, ami itt van a kezemben, csak ugye ez fejjel lefelé így van beépítve, na így már ismerős lehet. Ez a reléház, ugyanúgy, mint ezen a donorházon, teljesen szét volt hullva, és a belső mozgató mechanika az ki volt esve. Tehát a relé, itt a meghúzó tekercs, ez valóban kattant, azt lehetett is hallani, viszont sem ez az érintkező pár, sem ez, meg sem moccant, mivel ezt a kis kallantyút, ami itt az ujjamnak a jobb csücskinél van, ennek a kis kallantyúnak ott a vájadban a kis pöcke kiesett, nem mozgatta meg ezt az érintkezőt. Mivel ez az érintkező nem mozdult, nem volt mellette ez a másik pöcök, ami a második érintkezőt sem mozgatta meg, úgyhogy a behúzó teker csak önmagában klattyogott. Az érintkezők alaphelyzetben voltak, és persze, hogy nem volt egy büdös watt hangkimenete sem. No, hát ezt a két kis pöcköt gyorsan megfarigcsáltam bakelit nyáklemezből, kicsit politechnikázva, kis reszelővel, kis csípőfogóval, méretre csípkedve, reszelgetve, vagdosva. Megcsináltam, úgyhogy most jutottam el arra a szintre, hogyha mutatom, ezt így bekapcsoljuk, kattan egyet, lehet hallani, hogy zsizseg, ciceg valamit csinál, tehát van neki tulajdonképpen erősítése,
És ez a nyitjergés, nyinyergés, cicergés, akármilyen hangutánzó szóval leírt furcsa zavar, ez a szomszéd ház tetején lévő GSM torony zavarása, mivel hogy nincs rajta a készüléknek a fémfedele. No, első körben akkor RFTSV 3935-ös erősítőről ennyit. Még így utószónak annyi, hogy szemfüleseknek feltűnhet, hogy ez tulajdonképpen 100%-ban megegyezik belső felépítést tekintve az RFTSV 3000-es erősítővel. Mindössze annyi történt, hogy itt egy ilyen furcsa kis szél lemez idommal megtoldották ezt az egész egységet, hogy a 39 centis német hifi szabványnak megfeleljen, és el lehessen adni egy új márkanév alatt. Úgyhogy hirtelennyében ennyi. A következő videókban majd be fogom mutatni a készüléknek a részletes működését, felújítását, mert hogy terveim szerint fel fogom újítani a készüléket A-tól Z-ig, átnézni, átkondizni, bemérni, beállítani, stb. Stb. Nem biztos, hogy meg fogom tartani, úgyhogy még az is lehet, hogy eladó lesz. Akit érdekel, az kiabáljon privát üzenetben. No, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg, tudjátok, szokás szerint a többit is, mert van még több is, 100 valamennyi, lehet, hogy már 200 is. No, szép estét, sziasztok!